Jó reggelt kívánunk, tehát Dávid Ferencnek, ő mai első vendégünk. Köszöntjük a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, köszöntjük, és itt van velünk a Hetek lapszerkesztője, Kulifai Máté. Szervusz, köszöntelek szokás szerint. Jó reggelt. Első kérdésed. Jó reggelt. Köszönöm. Hát a mindeneket megelőzően engedje meg, hogy én is részvétemet fejezem ki a kollégájuk Kordás László képviselő halála miatt. Már csak azért is szerettem volna őt megemlíteni, mert ha jól tudom, akkor a Demokratikus Koalíció európai minimálbérrel kapcsolatos programjának ő is egy ilyen megalkotója, kidolgozója volt. Köszönöm szépen, hogy szóba hozta. Ilyenkor csak nagyon röviden lehet reagálni. Egy gyermekéi rajongó édesapát, egy kiváló szakembert és egy nagyon jó embert vesztettünk el. És ugye ilyenkor nagyon nehéz, mert ugye röviden kell beszélni, mert és mondom, olyan megtisztelő, hogy szóba hozták. Ha megengedik, még annyit fűznék hozzá, hogy már tudjuk, hogy mikor veszünk tőle búcsút. Február 10-én, pénteken, jövő pénteken, 12 óra 30 perckor a Cinkotai temetőbe búcsúzunk. Nekem, Lacitól. Dávid Ferenc, köszönöm szépen még egyszer, hogy szóba hozták. Mi köszönjük, hogy megemlékezett róla. De ha már itt a témánál tartunk, és említettem, hogy lesz majd vendégünk a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke is, ugye önök például, ha már Kordás László neve került szóba, sokszor ellentétes oldalon álltak, miközben jó viszonyban voltak, de ugye vállalkozó, illetve munkavállalói oldalról nyilván másképpen közelítettek meg bizonyos dolgokat. Hogyan látja most ebből a szempontból, majd egy később beszélgetésünkben részletesen kitárgyaljuk ezt a témát, tehát valóban ennyire kilátástalan a magyar vállalkozások helyzete most már olyan értelemben, hogy nem nagyon látnak még negyed évre előre sem, tehát borzasztó nehéz mondjuk az idei gazdasági évet tervezni. Odáig teljesen egyetértek önökkel, hogy nyilvánvaló most hosszabb távon előre tekinteni egy mikro- és kisvállalkozónak, hát szinte lehetetlen, de én ahogy nézem itt a kormányzati kapkodást az elmúlt időszakban, nem hogy egy kisvállalkozó nem lát előre, hanem a magyar kormány nem lát előre. Csak példaként mondom mindig önöknek, ha visszaemléknek, tavaly nyáron még 5,2%-os inflációval készítettek költségvetést, ez ugye most éppen a háromszorosa lett, 15% van beállítva. A minimálbér kérdése az nem levehető napirendről az európai minimálbér kérdése, már csak azért sem, mert a Demokratikus Koalíciónak az egyik, azt kell mondani, ami programnak egy sarokpontja volt. Itt nagyon sok tévedés van, és ezt nagyon sokszor el kell oszlatni, ezt a tévedést. Itt szó nincs arról, hogy Magyarország pillanatokon belül a luxemburgi, a francia vagy a holland minimálbérre áll át. És nagyon sok azt hiszik, hogy de jó lesz majd, mert akkor nem nyilvánvaló egy hosszú átmenet. Itt igazából nagyon fontos az, hogy bizonyos paraméterek, bizonyos szabályrendszerek szerint az eljárási rendben is egyrészt legyen egy európai gyakorlat, másrészt természetesen a minimálbér egy eszköze a bérfelzárkóztatásnak, és azért egy piacgazdaságban, és ugye utána jön a VOSZ főtitkára valamikor, ugye én is az voltam, itt nyilvánvalóan egy piacgazdaságnak azért mégiscsak a társadalmi jólétnek a megteremtése az érdek, és ez a réteg Magyarországon egyrészt nagyon széles, hát itt igazából a minimálbért és a szakmunkás minimálbéreseket összeadják, ez közel 1 millió ember, nyilvánvaló, hogy ha ez kellő ütemben emelkedik, figyelve a vállalkozók teherviselési képességére és versenyképességre, akkor a társadalmi jólétet emeli, és tolja tovább a többi bért. Ezért nagyon fontos. A másik, ami nagyon fontos, mert ezek a munkavállalók a legesendőbbek, a legvédtelenebbek, ahol nincs szakszervezet, ugye, ahol nem állami alkalmazottakkal, az állam a munkáltató is jó rosszul, de próbál életpályát kínálni. A minimálbéren levők döntő többsége mikro- és kisvállalkozásoknál van, és hát nyilvánvaló neki garanciát az ő bérharcában, ami korlátozott lehetőség, ez az egyetlen törvényes garancia, hogy a bérre legalább próbálja meg. Az idei év ugye vesztes év számukra nyilvánvaló, mert az infláció föl fogja falni a minimálbéreseknek a plusz 16 és 14%-át, hisz a két hitel minősítő már bőven 15% feletti inflációt prognosztizál. Nekem az a dilemma bennem, és hát tud erre választ adni, hogy ugye a magyar kormánynak a fő célkitűzése az volt, hogy a munkanélküliségi rátát nagyon letolja, és főleg egy válságokkal teli időszakban az, hogy az emberek ne veszítsék el a munkahelyeiket, az kulcsfontosságú. Viszont ha most hozakodunk elő egy ugrásszerű minimálbér emeléssel, amit ugye javasolnak az európai minimálbérnek a bevezetését, az nem hathat úgy a munkaerőpiacra, hogy akár a munkanélküliségi rátát megemeli?
Odáig teljesen egyetértünk a kormánnyal és önnel is, hogy nagyon fontos, hogy a munkanélküliség ráta alacsony maradjon. Ennek ugye a pandantja, a fordítottja, hogy a foglalkoztatási ráta legyen magas. Ez eddig rendben van. De azt gondolom, hogy épp a mostani újraiparosítási program keretében is, hogy most kell vége lenni most már nagyon-nagyon annak az időszaknak, hogy ezeket a nagyon alacsony képzett munkaerőt olyan helyekre állítjuk be, ahol igazából nagy szellemi teljesítmény, nagy szellemi tovább, hogy van hozzáadott érték, nem tudás alap, ugyanis ez hozza azt, hogy ennek a bérnek nincs tartalma. Tehát igazából akkor tud a bér majd meglódulni, és ez párhuzamosan történhet, amikor, hogy mondjam, nagyobb becsülete, értéke lesz annak, hogy szellemi befektetés is van a termékbe. Most demagóg lennék, de egy picit megengedi. Hát az akkumulátorgyár kérdése. Én ebben nem mennék bele a környezetvédelmi kérdésre, mert nem értek hozzá. Seg a föld, meg sem a levegőt, nagyon fontosak. Tehát ha belegondolnak, az egyik legnagyobb kifogás van, pontosan az, hogy egy rendkívül anyag és energia igény beruházást terveznek, most éppen Debrecenben, meg még 23-at máshol, tehát annak a terméknek a 80-90%-a holt anyag lesz. Na most nyilvánvaló, hogy ilyen gyárakban nem magas bérrel fognak foglalkoztatni, tehát konzerválni fogják a minimál bért, sőt még annyira is, hogy mondjam, rafináltak lesznek, hogy nem is magyar munkaerőt fognak hozni, hanem azt a távol-keleti munkaerőt, aki nem érti a magyar munkajogot, nem ismeri a munkaszerződést, nem fog sztrájkolni, és hétvégén is berendelhető bármikor, mert mit csináljon a munkásszálláson. Ez az alap probléma. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye, mint az előbb is említettem, hogy ez alatt a 12 év alatt 2,6-szeresére nőtt az átlagkereset. Ez a tényadat és gyors ütemű növekedésnek ugye apostrofáljuk most. Ez egyébként valóban olyan, amire úgy kihúzhatjuk a széles vállunkat és büszkék lehetünk rá, vagy azért, ha mindennapokat nézzük, és főleg a jelenlegi inflációs környezetben, nem egy szém szám azt mondani, hogy bár duplájára nőttek a fizetések, de igazából értékben nem növekedett a duplájára. Hogy hova kell ezt elhelyezni? Hát, hogy a megértésben értem a kérdését, nekem ez úgy, hogy mondjam, nominálisan, ahogy én is nem korrektül felvedette, persze, hogy jó hangzik, hogy ilyen mértékben nőtt 10 éve. De rögtön csak egy nagyon rövid matekot kell csinálni, azt a rövid matekot, hogy számoljuk át euróra. Abban a pillanatban ez a szám, ez igazából elfeleződik, vagy elharmadolódik. Tehát ilyen tekintetben ugyanez van a nyugdíjak vonatkozásában is, hogy a nominális növekedés erős, intenzív, mondják is, hogy aztán azt szokták mondani, hogy most annyi a minimálbér, mint akkor az átlagbér volt. Ez az egyik fele. A másik, ami már egy picit szakmásított lesz, de megpróbálom magyarul mondani, hát hogy nincs belemérve az 5 fő alatti vállalkozások. Hát könyörgöm, az alacsony bérek, a minimálbérek, a sokszor nem kifizetett bérek, az pont abban az ellenőrizhetetlen mikroszférában van, tehát amikor ők teljes munkaidőben bemondják a nettó 410-valahány ezer forintot, hát az csak a teljes munkaidősök vonatkozásában van, egyrészt, tehát a részmunkaidő sincs benne, tehát kicsi megézi azt, ahol magasabbak a bérek, és a mérésben nincs benne az 5 fő alatti. Egyébként visszatérve, még az európai minimálbérre mindezek fényében is ismerve a magyarországi gyakorlatot, ez jól hangzik, hogy európai minimálbér, de ugye azt tudjuk, hogy már többször kifejtették, hogy nem arról van szó, hogy egységes minimálbér lenne Európában, a tagországokra van bízva, hogy milyen bérszintet állapítanak meg, akkor tulajdonképpen mitől lesz európai az a minimálbér, hogyha úgyis a továbbra is a magyar kormány vagy a magyar környezet határozza meg ezt az összeget? Az, hogy irányelvén például kimondja az Európai Unió, már most is kimondja, és a magyar kormánynak egyébként ezt előbb-utóbb át kell ültetni a magyar jogrendbe, hogy mihez mérem? Az Európai Unióban az irányelve az van, hogy az átlagkereset 60%-ának kell lenni. Na most ebből következve nem veszi el a szociális partnerektől az alkú lehetőségét, tehát igazából a fölött egyébként nyugodtan lehet, hogyha bírja tempóval a magyar gazdaság, tehát kimondja azt, hogy háromoldalú módon célszerű meghatározni kormány és a két szociális partneri, a munkavállalók és a munkaadók, de mégis megmondja azt, hogy milyen mérték alatt nem elegáns, nem illik, nem jó megállapítani, ez is egy mérés lehet. Lehet egy mérés például az is, hogy a megélhetés alapköltségeihez hogy viszonyítjuk. Megengedi, én ezt díjazom benne, hogy nem azt mondja, hogy ennyi lesz, mert akkor teljesen fölösleges a szociális párbeszéd. Ettől kezdve akár korrekt átlagbéreket is mérhetünk majd, és lehet, hogy nem fogják kifelejteni az 5 fő alatti vállalkozásokat az átlagbér számításban, mert hogy akkor annyival alacsonyabban lehetne megszabni. Pontosan ez is nagy probléma, a számbavételek kérdése is. És ha még
még megengednek egy csavart ebbe a kérdésbe? Hát nagyon sokat segítene a bérek és a teljesítmények összehasonlításánál az euró bevezetése. Tehát addig, amíg mindenki szórakozik a saját kelet-európai valutájával, itt most gondolok Bulgáriára, Romániára, akik egyébként már csatlakozni akarnak, tehát nagy mér, nem csodaszer az euró, de abba, hogy a béreket és a teljesítményeket, és ez ezer más előnye van, de most a bérekről beszélünk, azt, hogy a béreket össze tudjuk jól hasonlítani, az nagyon sokat segítene, ha ez az összehasonlítás európai, euró alapú lenne. Hát ön is azt mondta, hogy milyen jól néz ki nominálisan az emelkedés, csak átszámolom euróba, és rögtön rájövünk arra, hogy közel sem olyan szép a mennyasszony. Hogyha a másik oldalt nézzük egy pillanatra, mert mindannyian a saját bukszánkból tudunk kiindulni természetesen, hogy a gazdaságot ugye azt pörget, hogyha minél több vállalkozás van, minél több vállalkozó szellemű ember próbálja a gazdaságot élénkíteni, akkor munkaadói oldalról egyébként számukra ez egy kényelmes és jó helyzet, hogy a minimálbéren tudnak foglalkoztatni. Ugye például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak ugye nagyon sokan megjelölve, hogy ott még jóval a körül és az alatt is élnek és dolgoznak, tehát nekik ez egy jó lehetőség, vagy akár versenyhátrányt is jelenthet, hiszen nem tudnak mondjuk olyan munkavállalókat alkalmazni, akik a tudásukat, a szakképesítésüket, a termék vagy szolgáltatás fejlesztésébe, a vállalkozás előremeletelébe jobban bele tudnák fordítani. Minden tekintetben most a Szabolcsit, de mondhatta volna Borsodot, Nógrádot, én ezt mindenképpen negatív megítélés alá teszem munkavállalói szempontból is, mert nincs kitörés, képzetlen munkaerő, tehát nem tudja magát, hogy mondjam, eladni jó a piacon, de vállalkozó szempontból is, hát akkor belegondol egy 2-3 ezer fős szabolcsi vagy borsodi településre, ahol a boltosnak, akinek saját tulajdonú boltja, és foglalkoztat 3-4 embert, ha rányomják a 16-14%-os idei minimálbér emelést, abban a faluban, ahol a fiatalok már elmentek, a kvalifikált fiatalok, kik maradtak otthon? A minimálbéresek, a munkanélküliek, a közmunkások és a nyugdíjasok. Ő nem fogja tudni az áraiban érvényesíteni ezt a boltot, mert elveszti a keresletét. Tehát igazából vállalkozói szempontból is rendkívül depresszív, ez egy ilyen lefele menő spirál, és még egy nagyon-nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy itt, ha nagyon messziről indítjuk, ennek a magyar szakképzés állapota is benne van, hogy olyan mértékben vannak képzetlenek, és én a fiatalokra gondolok egyébként mindig a legjobban, hogy már, aki már 50 elmúlt, az valahogy elkocog a nyugdíjig, de aki 17-18-20 évesen abba a helyzetbe kerül, hogy gyakorlatilag nincs kijárat, a közmunka a kijárat, vagy az, hogy elmenekülök abból, ahol születtem, és még az ingatlanhoz való kötés is nagyon nagy probléma ebben, hogyha én el akarok menni Ózról, valahogy Győrbe dolgozni, hát akkor gondoljunk bele a családi háza, amiért nem kapok Győrbe egy panziót, vagy egy kis szobát nem kapok érte, mert nagyon sok dolog szorítja össze a magyar minimálbérnek ezt a nagyon-nagyon nehéz helyzetét, és ez nagyon régóta cipeljük, ezen csavarni, változtatni kéne mindenképpen. Elnézést, hogy egy kicsit új témát, vagy más témát hozok be, de mindenképp rá akartam kérdezni, mert olvastam az írását a Senki Földje elszólásról. Ugye Orbán Viktornak volt egy zárt körű beszélgetése, ahol ukrajnai háború kapcsán kifejtette a gondolatait, és ön is reagált erre a kifejezésre, amit mondott keleti szomszédunkkal kapcsolatban. Viszont érdekelne a véleménye a most megjelent újabb, nem tudom, szivárogtatásnak lehet-e mondani, az Express osztrák lap hozta le a második részét annak a cikknek, ami szintén erről a beszélgetésről szól, és azt állítja benne a főszerkesztő, hogy Orbán Viktor, a miniszterelnök beszélt arról is, hogy azt sejti, hogy egy évtizeden belül akár össze is omolhat Európa jelenlegi politikai rendszere, és úgy véli, hogy a konzervatívoknak egy új vezetőre van szükségük, hogy egy ilyen rendszerváltást hozzanak Európába. Nem tudom, hogy erről esetleg van-e. A véleményem, megmondom őszintén, de lesújtó. Tehát lesújtó az első részről, hogy Magyarország miniszterelnöke nem tud féket tenni a szájára egy ilyen helyzetben, amikor egy egyértelmű nyílt agresszióval megtámadnak egy független országot, és először lesenkiföldezem, utána a tálibok által vezetett Afganisztánhoz hasonlítom. Ez a dolognak az én szerintem felháborító része. A másik ugye kicsit, ha megengedi, cinikus leszek. Talán magára gondol a miniszterelnök, hogy ő lesz az európai konzervatívok vezetője. Egyre úgy látom, hogy teljes kirekesztésben van, azt kell mondom, normális európai vezető nem áll szóba a magyar miniszterelnöket, legutóbb Törökországnak volt itt egy, azt hiszem, külügyminisztere volt itt, utána fogadták vörös szőnyeggel Azerbajdzsán elnökét, én ezt úgy nem nézem jó szemmel, most akkor ők lesznek az új konzervatívok Azerbajdzsánból, meg Kazaksztánból? Egy rendkívül rossz irány, rendkívül kellemetlen,
ellen. És abban a, és visszatérek az eredeti beszélgetésünkre. Mi így akarunk integrált része lenni az Európai Uniónak, hogy közben ilyen módon nyilatkozunk meg, és akkor ha az ukrán háborúval még egy mondatot megenged. Ennek a háborúnak reményeim szerint ukrán sikerrel fog történni, és ez az országot reményeim szerint föl fogják építeni. Nyilvánvalóan vezetően amerikai tőkéből, nyilvánvalóan Európából, német tőkéből. Jó lenne néhány morzsát kapni ebből a tőkéből. Ha ez, a befektetésből, ha ez így folytatódik tovább, és ilyen nyilatkozatok jönnek elő, amiket ön nagyon korrektül idézett, akkor azt gondolom, hogy meg olyan furcsán ránk fognak nézni, hogy ti de tőkekivitelre gondoltok, ti be akartok fektetni? Itt mi fektetünk bele, akik tettek valamit azért, hogy ez a háború sikeresen Ukrajna szempontjából végződjön. De gazdasági szempontból is azt gondolom, hogy rendkívül kockázatos ilyeneket mondani, mert mondom, hosszú távon ennek bizony befektetési kockázata lesz. Dávid Ferenc, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Köszönjük szépen, és Kulifai Mátének is köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.